Felidézték a márciusi ifjak korának hangulatát a könyvtárban, tanút hallgattak meg a tárgyaláson, kivitelezési munkálatok folynak a Kinizsi utcában, a kocsmában volt, amikor felrobbant a háza, gyümölcsfákat ültettek a Szent Erzsébet óvoda udvarán. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. március 26-án 18 óra 5 perckor. Pilvax kávézó néven programsorozatot szervezett városunkban a Csokonai Könyvtár, hogy felidézzék a márciusi ifjak korának hangulatát. Mi is ellátogattunk az egyik alkalomra, ott készült felvételeink következnek. Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulójához kapcsolódva háromnapos programot szervezett a Csokonai Könyvtár, melynek keretében a megjelentek együtt idézték fel a márciusi ifjak korának hangulatát. A programsorozat résztvevői a reformkorhoz kapcsolódó könyveket olvashattak, de volt itt kódfejtőjáték, fotó és kézműves sarok, valamint képkirakó is. Az utolsó napon pedig honfoglaló vetélkedőn vehettek részt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulói. A részletekről Hangyási Tiborné könyvtárost kérdeztük. Szent Annai Református Gimnáziumnak a tanulói vannak jelen egy speciális honfoglaló játékra, a témakör a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Két csapat versenyez egymással, és akkor a vármegyéket kell elfoglalniuk, és az nyer, aki több vármegyét foglal el. Hangyási Tiborné hozzátette, nagyon fontos, hogy a fiatalabb korosztály tagjaihoz is közelebb hozzák a 48-as eseményeket, még ha így játékos formában is. Szerintem mindenképpen meg kell őrizni a tudatba és továbbvinni a fiatalok révén, és azért gondoltuk, hogy nem hagyományos formában, hogy így talán közelebb hozzuk hozzájuk ezeket az eseményeket. A rendezvény elérte célját. A programban résztvevő fiatalok nem csak jól érezték magukat, hanem megismerkedhettek a reformkorral és a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeivel is, ezekkel megidézve a márciusi ifjak korának hangulatát. A szolnoki törvényszéken azt a szabadnapos mentőtisztet hallgatták meg tanúként a tárgyaláson, aki először érkezett Karcagon a Gödör kocsmához a helyszínre, s látott el egy verekedés következtében súlyosan megsérült vendéget. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. Még 2022. augusztus 27-én Karcagon a Hajnal utcai Gödör söröző előtt egyetlen alkalommal úgy megütötte a kocsma másik vendégét, hogy az az ütéstől elesve a fejét a betonjárdába verte, majd ennek következtében pár nap múlva a kórházban életét vesztette. A Jászhegy-Kunszolnok vármegyei főügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a bántalmazó 47 éves karcagi férfival szemben, aki egyébként sajnálja a történteket és a bűnösségét is elismeri. A szolnoki törvényszéken zajló bizonyítási eljárás során a bíróság arra kíván fényderíteni, hogy a Krumpli Csúf névre hallgató vádlott súlyos sérülést akart-e okozni a cselekmény idején a 60-as évek vége felé járó sértetnek, vagy csak a véletlenek szerencsétlen összeállása, valamint az idősebb ember ittassága járult hozzá a tragikus halálesethez. A dr. Hajdú Anna bírónő által tanúként meghallgatott mentőtiszt annak a pultoslánynak az édesapja, aki épp műszakváltásra érkezett a kocsmába, és szemtanúja volt a történteknek. És miután a talpon álló többi vendége nem hívott mentőt a sérülthöz, így ő az édesapját tárcsázta fel segítségért, aki rögvest érkezett is a helyszínre. Kettejük nyomozás során videófelvételeken rögzített tanúvallomásait is megtekintette, s meghallgatta a bíróság. Az ügyben a legközelebbi tárgyalási napnak, április 29-ét tűzte ki a bírónő, mikorra is újabb tanúkat, valamint igazságügyi orvos szakértőket idézett be a szolnoki törvényszékre. A tét nagy a vádlott tekintetében, aki akár éveket is a rácsok mögött tölthet, de akár felfüggesztett szabadságvesztést is kaphat. Kiépítik a szennyvíz gerincvezetéket a Kinizsi utcában. Pánti Ildikóval, a körzet önkormányzati képviselőjével beszélgettünk a téma kapcsán.
Dolgoznak a gépek a Kinizsi utca és a Széchenyi sugárút kereszteződésében. Szennyvízgerinc vezeték kiépítése zajlik az utca egyik részén, melyre már nagyon régóta várnak az itt lakók. Pánti Ildikó önkormányzati képviselő riporterünknek elmondta, 2022-ben vetődött fel annak a lehetősége, hogy a beruházás megvalósulhasson. A lakók pedig közösen arra jutottak, hogy az önkormányzat által biztosított kedvezményt igénybe veszik, hogy elkezdődhessenek a munkálatok. Tudva levő, hogy korábbi években kialakítottak itt egy nyomott szennyvíz-gerinc vezetékrendszert, de ez az idők múlásával elavult. És ami a legfontosabb, hogy erre új bekötéseket már nem lehetett alkalmazni. Tehát így vetődött föl a lakóközösség részéről, hogy nagyon hasznos és jó lenne, hogy egy új gerincvezetéket építsenek ki, mert erre a lakosság, az itt lakók részéről az igény megvolt. Összehívtuk az első lakógyűlést itt a mögöttünk lévő Kinizsi úti óvoda teraszán. Nagyon készséges volt a kezdeményezés elindulásában mindenkor, és itt is szeretném megköszönni városunk polgármesterének, képviselőtestületének, a műszakiroda képviseletében Nyester Ferencnek és Kacsándi Istvánnak, akik már az első lakó összejövetel alkalmából itt voltak, és a lakosság részére igyekeztünk minden tájékoztatást megadni. És így alakult az, hogy ez a kezdeményezés valóra válhatott, hogy ennek voltak segítői, támogatói. Mészáros Jolán egyike annak a 7 lakosnak, akik igényelték, hogy ingatlanjukra bevezetésre kerüljön a szennyvíz vezeték. Elmondta, hogy az önkormányzatnak köszönhetően a lakóknak fejenként mindössze 250 000 forintot kellett fizetni, hogy megvalósulhasson a beruházás. Ez az összeg tartalmazza a kivitelezést, a tervezést és a rákötést is. 2022 nyarán kerestem meg Ildikó nénit, Pánti Ildikó nénit, hogy a Kinizsi utca ezen a részén szeretnénk a szennyvízcsatornát bevezettetni, mivel még itt nem volt. Összehoztunk egy sikeres lakógyűlést, ami után én felkerestem mindenkit személyesen, a megfelelő létszám és a befizetések után megkaptuk a kedvező választ, hogy indulhat a dolog. A munkálatok a napokban elkezdődtek, és ha mindenkinél bent lesz a cső, akkor mindenki utána saját magának úgy intézi tovább, ahogy ő gondolja meg, amikor ő szeretné. Pánti Ildikó önkormányzati képviselő riporterünknek elmondta, a munkálatok március első hetében kezdődtek, és hamarosan be is fejeződnek. A munkálatok most másfél év után 24 március 7-én kezdődtek, és bízunk benne a befejezésbe, hogy az idő is javul, hiszen ez fontos mindannyiunk részére. Másrészt pedig annak is képviselőként, ha elmondhatom, nagyon örülünk, hogy ez a terület a megújulás útján van, hiszen hamarosan átadásra kerül a Széchenyi Sugárúti bölcsőde, amelyet ugye mindenki láthat, hogy utolsó simítások vannak. Útfelújítás, ami ezen a területen, bizakodva egy járdafelújításba is, és itt van egy közösség, egy lakóközösség, amelynek a körülményeit ez mindenképpen erősíti és növeli. Ha az időjárás is kegyes lesz, hamarosan befejeződhetnek a Kinizsi utcán a munkálatok, a lakosok legnagyobb örömére. Épp a kocsmában volt, ez mentette meg az életét egy férfinek, amikor felrobbant a háza Tiszaföldváron. A házban hatalmas gázrobbanás volt, úgy tudjuk, a bajt egy hibás gázpalack okozta. Az utcában élők nagyon megijedtek, halálra rémültek. Végül a tűzoltók mellett a speciális mentőket is riasztották, mert nem tudták, hogy van-e valaki a romok alatt. A ház tulajdonosa közben a kocsmában iszogatott, ha otthon van, szinte biztosan meghal. Törmelékek, romok, roskadozó gerendák, téglák és cserépdarabok. Így néz ki most az a tiszaföldvári ház, ami egy robbanás következtében a levegőbe repült.
Az épület szinte teljesen megsemmisült. Egy utcában lakó férfi azt mondta televíziónknak, hogy soha életében nem hallott még ekkora robbanást. Felhúztam a papucsomat, kirohantam, ott állt már két tűzoltókocsi, aztán beszéltem az egyik tűzoltóval. Egy másik utcabeli is annyira megijedt, hogy azonnal kirohant a ház elé. Egy hatalmas, én életemben nem hallottam még ilyen robbanást, és hát itt ebben a helységben voltam, és mikor a robbanást hallottam, én azt hittem, hogy tőlem lefele robbant valami. Kijöttem, szétnéztem sehol a szomszédba, semmi baj, hátrajöttem a szőlőbe, szétnéztem, itt sincs semmi baj. És akkor már, mikor erre jöttem a robbanás fele, akkor láttam, hogy szirénázva jött a tűzoltó, utána rendőrség, mentőautó, és elkezdtek dolgozni. Rengeteg nép itt a ház végénél összegyűlt, beszéltek, és semmiről nem tudtunk végül is. Ismertük ezt az embert, ez egy magába zárkózott ember volt, Martfűn dolgozott, és nem volt itthon szerencsére. Miután a tűzoltók kiértek, rövid időn belül megtalálták a felrobbant gázpalack maradványait. Emellett két másik sértetlen gázpalackot is kivittek a házból. Ezután speciális mentők vizsgálták át a területet, mert ekkor még nem tudták, hogy van-e valaki a romok alatt. Az épület a detonáció következtében 80%-ban megsemmisült és lakhatatlanná vált. A Tiszaföldvári önkormányzati, valamint a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a romok alatt kutatást végeztek, hát ha megtalálják a lakóját. Ehhez igénybe vették az életjel mentőcsoport keresőkutyás egységét is, ők is bekapcsolódtak a munkálatokba. Szerencsére a ház lakója az eset idején nem tartózkodott otthon, így ő nem sérült meg, viszont otthona lakhatatlanná vált, ezért őt rokonok fogadták be. A házban egy idős férfi élt. Az mentette meg az életét, hogy a robbanás idején kocsmában volt. Ha a házban van, szinte biztos, hogy meghal. Mivel otthona lakhatatlanná vált, rokonai fogadták be. Hogy miért történt a robbanás, szakértők vizsgálják. 4 darab régi magyar fajta almafa csemetét és 4 darab tüskétlen szedert ültettek el az ifjú gyümölcsészek a karcagi Szent Erzsébet óvoda udvarán. A növények remélhetően hamar termőre fordulnak, hogy a gyerekek megízlelhessék munkájuk gyümölcsét. Az Ültessünk jobb levegőt, tanítsunk gyerekeinket című iskolai program megvalósítása zajlik a Györfi István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvodában. Ennek mentén sikeres pályázatot adott be az intézmény, egy 2023 tavaszán indult országos gyümölcsfaültetési programra. A nyertes pályázók részére az Iskola Kertekért Alapítvány és a Csodakertész Barna Faiskola ajánlott fel különféle gyümölcsfákat. A Györfi 4 darab régi magyar fajta almafát, 4 darab tüskétlen szedret, valamint az ültetőgödör tápanyag feltöltéséhez szükséges csomagot kapott. A Szent Erzsébet óvoda udvarára az iskola 5. A és a 7. B diákjai ezeket a szabadgyökeres növényeket elültették, akik ezzel ifjú gyümölcsészé vált. A program részeként munkafüzetet is kaptak a gyerekek, melyek a gyümölcsfákkal kapcsolatos tudni és tennivalókat tartalmazzák. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra!